Akkor ismételten üdvözölném a kedves nézőket, vissza is tértünk a Cloud9 TSM mérkőzés második meccsével, ahol reméljük a Cloud9 egy kicsit összeszedi magát, és a következő mérkőzésen mutatnak valami elég nagy húzást nekünk, legalábbis mindenképpen kiegyensúlyozottabb mérkőzésre számítanánk. Én Lévius vagyok, és ebben a pillanatban Zimmerion ül mellettem az elemzői székben. Szia Zimi! Szia Lévius! Hát ez a kicsit kell mutatniuk valamit, ez szerintem kevés volt. Valami olyat kéne mutatniuk, ami több, mint egy gyilkosság, amit az előző mérkőzésen szereztek. A 16-19, pontosan nem tudom melyik volt a kettő között, de brutális számok voltak, és így, mint egy Kavics, meg ugye a Monteverest. Na. Mert hogy így végig igazából nem arról volt szó, hogy mondjuk uralta a TSM-i játékot, hanem hogy lényegében rommá. Hát mondanék valami olyan szót, ami nem szép, viszont mondjuk azt, hogy rommá hova készte az egész játékot, vezetett mindenben, ami csak lehetséges, de tényleg mindenben vezettek. Úgyhogy igazából nem azt mondom, hogy kicsit össze kéne szedni magát a Cloud9-nak, hanem így ezzel rendesen meg kéne mutatni, hogy nem véletlenül vannak itt, és nem mondjuk azt, hogy mondjuk tényleg egy utolsó, meg egy első küzd egymásra, mint ahogy ezt ti is mondtátok, hanem két nagy csapatról van szó. Úgyhogy én méltóbb játékot várnék azért. Na, akkor mesélj de nekünk, Zimi, Néci, hogy mit csináljon a Cloud9? Hogy tudna más kompozíciót felépíteni, más húzásokat? Mert lássuk be, ez most nem jött be. Kezdetben. Változtassunk. Kezdetben egyébként legalább azt kéne, hogy a Kemilnek tudjon bekerülni. Vagy elválasztani, vagy kivágni, de láthattuk, hogy nem csak itt az NL, láthattuk, hogy az EU-ban is, ha bekerül a Kemil, hiába van már túl egy csomó gyengítés, hiába van túl gyengítéseken, ettől függetlenül a kitjé miatt még mindig egy olyan gép, ami konkrétan, hogyha szerez kettő gyilkosságot, vagy szerez egy gyilkosságot, vagy szerez bármennyi gyilkosságot, meg talán mondjuk kap egy hírnököt, amire nem is mindig van szükség, ha kicsit lemarad, akkor van szükség, akkor te azt már nem fogod meg. Vagy nagyon nehezen fogod meg, hiszen előbb is láthattuk, hogy Kemil volt az egyik, aki megszaladt, illetve a lövész. Vannak olyan karakterek egyébként, amivel meg lehet fogni Kemilt, gondolok itt például egy Poppira, egy erős Poppy választással. Ugye azzal alapból a falhorog képességét ki tudod szedni az állhatatos jelenlétnek köszönhetően, tehát nem tud beugrani hozzád, hogyha jól időzítesz. Ha be is tud ugrani, mind a hősirohammal, mind pedig az őrző ítélettel egyszerűen ki tudod vágni a fenébe, és akkor már nincs értelme a végső képességének, sőt, még a társaidról is le tudod őt szedni, ugye akár csak Gragas is egy ugyanilyen karakter. Úgyhogy szerintem, hogyha hagyják Kemilt, akkor egy ellenválasztás még mindig lehetséges. Mondjuk engem ilyen kíváncsi lennék, hogy melyik csapat melyik oldalon kezd, mert sajnos erről azt hiszem most nincsen információnk. De nem, én meg lennék lepődve, hogyha még egyszer egy ugyanilyen Kemil teljesítményt látnánk, mert azért ez az, oké, erősek a Kemillek, meg jók, de azért ritka, hogy ennyire megszaladnak, sőt, általában egyébként hátrányból indulnak a Kemil választásnak, viszont pont az az erőssége, hogyha meg is vered az ösvényen, és nem durván, csak egy kicsit vered meg, akkor is olyan sebzése lesz, hogy nem hiszed el. Igen, és ez annak fényében egyébként durva, hogy már gyengítve lett. Szóval, hogy előtte is brutális volt, még mindig brutális, és ettől függetlenül van rá választás, van rá Poppy, van rá Gragas, van rá akár egy Fiora, mert láthattunk már Fiorát is. Tényleg az van, hogy nem lehet mit kezdeni vele, hogy mindig kinövi magát egy olyan választás, egy olyan hősé, akit de nem tudsz mit kezdeni, mert ha kifókuszálja a lövészedet, akkor azok után igazából valahogy próbáld meg megvédeni, valahogy menst ki, esetleg ha tankencs, hogy akkor ez még egyébként megy is, de hogy amúgy nagyon nagy nehézségekkel fog küzdeni. Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen dolog. Meg csapatkompozíció szinten lehet azért, még kéne valamit változtatni, hogy valahogy más, vagy egy sokkal jobbat felépíteni, mint az előző. Nyilván ezt azért most meg fogjuk látni. Kérdés, hogy ezen kívül még mit fognak választani, szerintem még Kemilt mindenképp ki fognak vágni. És ez a Kennen top is jó volt, nagyon jó a forgatag, de szerintem Contrexnek kellene egy kényelmesebb hőst adni egyébként. Tehát jó játszott Lee Sin az alapszakaszban, nem is játszott vele rosszul, de ez most nem jött össze. Inkább adjunk neki akkor a Graves-t, vagy akár Rengárt, Kha'Zix-ot, bármit, csak most ezt a Lee Sin-t egy picit tegyük. Vagy nem tudom, tehát így van akkor célzóvizet, vagy nem tudom, vak kopaszlét, vagy valamit, bármit, ami feldobja a Lee Sin játékot, mert ez most nagyon nem vált be. És akkor viszont Lee Sin-t a tiltólistára kell tenni, mert a Svenskeren kapja meg a Lee Sin-t, akkor érkezhet a kompozíció a TSM-nek, aminek az a neve, hogy etessük meg Bjergsent. Nagyon meglepő, arról szól, hogy Bjergsent meg kell etetni. Ugye nem is számítottunk erre a fordulatra, ehhez ugye már három dolog kell. Kell Bjergsen kezébe egy mozgékony középső ösvényes, mivel túléli a torony aláérkezést. Kell egy hook képes karakter, tehát egy behúzás képes karakter, Nautilus, Ésper vagy Thresh.
és kell hozzá egy jó erős Lee Sin, aki korán rá tudott ütni az ösvényen. Ez többször is működött, többször is használták, valószínűleg egyébként számítanak erre, tehát nem biztos, hogy ez megérkezik, de Svenskeren Lee Sin játék a korai szakaszban vagy ez a kompozíció, vagy pedig a rommá rajta ütik a felső ösvényen verzió. Igen, mindenképp, és az előző mérkőzésen láthattuk, hogy ugye itt volt Itália, aki néha-néha előkerül, több-kevesebb sikerrel szokott működni, viszont most nem mondom azt, hogy brutálisan jó teljesítmény volt, de hozta azt, amire szüksége volt a csapatnak, és végig tudta a fércelt falával akár kiszorítani az ellenfeleket, a végén már visszaszorítani lényegében a bázisukra, hogy kis tudjanak jönni, bármit kezdjenek azzal, hogy döntjük a Nexus tornyokat. És ha belegondolunk, akkor nem muszáj az, hogy itt legyen az Itália, hiszen Bjergsennek bőven vannak olyan választási, akikkel bárkit lényegében meg tud fogni, ott van akár egy Cassio neki, hogyha úgy van. És ha mondjuk hozzákerül egy Cassio, vagy talán egy Orianna, vagy tényleg egy olyan hős, aki le tud dönteni egymás után akár két-három karaktert is a lábáról, akkor ez már megint egy más dolog. A rajtos kollégák kicsit kisegítettek minket, Impact fog kezdeni a felső ösvényen, úgyhogy direkt kihelyezték ezt erre a kamerát, így visszakaptuk egy pillanatot, ti még ezt nem láthattátok. Ezt viszont már látjátok, meg is érkeztünk a választási és tiltási fázisba, és azt hiszem, hogy a Cloud9 tiltása a legindokoltabb, amit látunk, egy Kennen azonnal a tiltó listára került, míg a másik oldalról LeBlanc és Fizz. Igen, mindkettő egyébként, hát mondhatjuk azt, hogy minden egy karakter egyébként élhető. A Rumble nem mondanám azt, hogy bölcs döntésbe állni, hiszen ha látjuk, hogy benn van, hogy van mondjuk akár a felső ösvény, akár végül egy jungle-be, vagy bárhova el tud jutni egyébként, akkor ő leéget egy tankot, leéget egy lövészt, leéget bárkit a talpáról, aki csak akár az útjában áll, még akár úgy is, hogyha kicsit lemaradásokkal küzd, és ott van az a Camille tiltás, amit vártam, míg a másik oldalon érkezett egy Shen tiltás a TSM oldaláról. TSM most élhet az első választás jogával, például benn van Lulu, akit nagyon szeret Biofrost játszani, de akár még benn van Karma is, akivel szintén nem szokott rosszul teljesíteni. Lulu meg is érkezik. Az a kis Yordle, az alsó ösvény kompozíció, innentől kezdve végtelen tárházzá változtak. Bármi mellé jön Lulu, az egy állattá változik, és amit akartam mondani, pontosan azért, mert Lulu átváltoztatja, érted? Ash nem került a tiltó listára, viszont átengedték, így Sneaky kezei közé érkezhet. Sneaky nagyon sokat játszott Ash az alapszakaszban, és eléggé magabiztosan is játszott vele. Ő az a biztonsági Ash játékos, aki akkor lövi a kristályélvezőt, amikor talál. Tehát ő nem szokott rizikózni vele, ő ellövi, és akkor találni fog, és éppen ezért nagy távolságokra nem is szokta használni. Igen, hát a függetlenül egyébként, hogy mondjuk a megtett út alapján 6, és az alapján ugye van a kábítás időtartama, hát a függetlenül mindenképp egy jó dolog akkor is, hogy csak egy kis időre vesz ki valakit, ha legyen az mondjuk akár egy támogató, hiszen még azt is láthattuk egy csomószor, hogy azért fókuszáltak ki támogatót, hogy senkit ne tudjon megvédeni, ez nyilván tankencsek esetében nyilván szükségesebb, ettől függetlenül mindenképp jól fog jönni, míg a Cloud9 oldaláról ugye érkezik egy Graves választás másodikként, és a TSM az, aki ismét gondolkozik, hogy mit kéne egyébként hozni. Ha az alsó ösvényen hoznak egy Caitlyn-t, akkor szerintem mondhatjuk azt, hogy a TSM alsó ösvénye az már úgy ilyen kész. Kész és kész. Még eddig érkezett ugye egy Rengar választás, ami a vadon szavával vadjáték lesz ez itt. Jó kis kombinációt tud nekünk hozni ebbe a mérkőzésbe. Akkor még egy Sivirt akarok látni, és jöhet a vadászat is. Megjött pedig Syndra, aki ezúttal nem került a tiltó listára, ezért is felszettek el Bjergsennek, és nézzük Jensen, nézzük, lesz-e Echo, mert ha most nem hozod el, akkor kitiltják, ezt most megmondom neked. Majdnem biztos, hogy akkor Echo a tiltó listára kerül. Úgyhogy Jensen, mintha bele akarnák kényszeríteni ebbe az Echo választásba egyébként, kicsit a Syndra, aha, így is van. Jensen egyébként már hozott Echo-t Syndra ellen, és ő volt az egyik 6-0-ás Echo, akit mindig emlegetünk. De erre már rámcáfoltak tegnap, hogy fordítva is működhet. Egyébként, ahogy mondtam is, Contrax hozta Graves-t, azt hiszem, hogy ez egy jobb választás lesz neki, mint a Lee Sin. Svenskeren viszont rengározni fog, na arra kíváncsi leszek. Ezek a Rengar választások egyébként mondhatjuk azt, hogy az esetek nagy százalékában tökéletesen megállják a helyüket, míg esetleg mondjuk egy Kha'Zix-ról ez annyira nem mondható el, hiszen lett volna első, ugye, hogy valamelyik oldalon hozzanak egy Kha'Zix-ot, amelyik Kha'Zix az a vagy nem, vagy nyer opció, addig itt van ez a Rengar, aki talán
Csak akkor, akkor nem tud érvényesülni, hogyha brutálisan vesztés áll a csapata. Míg a második körös tiltások közül érkezett a Cloud9 oldaláról egy Renekton, és a másik oldalán érkezett egy Karma tiltás. Meglepődtem, hogy a Cloud9 nem feküdt rá a lövész tiltásokra. Azért egy még belefért a Varus tiltás Vajtörtől elől. Lulu Varust nem akarják hagyni a másik oldalnak. Nami tiltás Smoothie ellen. Azt hiszem, hogy indokolt mindenféleképpen. Kétszer játszott Namit Smoothie, és abból 11,5-ös KDA-ja van. Úgyhogy nem akarják odaadni, hogy Nami S lehessen. Lulut már elválasztották Karma a tiltólistán. Nautilus vártam volna Impact-től pontosan, mert azt nem adják oda Hauntzernek, mert Hauntzer, ha elhoz Nautilust vagy Shent, az nagyon gyakran a TSM győzelmével végződik. Nem véletlen az ováció. Igen, és közben a TSM most már a lövészen gondolkozik, hogyha egy lusan lesz, akkor mondhatjuk azt, hogy elég jól fog tudni akár menekülni egy-egy vasmacska elől, akár egy kis időtörés elől, vagy akár egy kis tányjövesszer, úgyhogy jelenleg egy jó választásnak tűnik. Kérdéses, hogy a TSM végül lesz választja el, de szerintem egyébként nem. Először nem. Inkább gondolkoznak azon, hogy hozunk akkor egy Gragas felsősvényt akár, és utolsó választásként most már muszáj ugye egy lövészt választaniuk, hogy itt jöhet a Lucian, vagy egyébként kihasználják ezt a plusz időt, és gondolkozhatnak rajta, hogy inkább Caitlyn vagy Lucian, és Lucian lett a végső választásuk. Ez előbb a Cloud9 prezentálta nekünk a Lucian Lulu alsó ösvényt, ami egyébként nem volt rossz, nem náluk csúszott ki a talaj a lábuk alól szerintem. TSM most ezt átveszi, és ők fognak Lulut és Lucian-t a dupla L betűt játszani az alsó ösvényen. Nézzük, mi lesz a támogató. Smoothie-nak nem sok választása van. Sok mindent kitiltottak előle nyilván, de például egy Tahmkench még benn van. És benn van Zyra is, bizony, ha sebezni akarsz, Zyra tökéletes választás. Hú, hát eléggé piszkálódós alsó ösvényeket kaptunk itt, meg. Úgy gondolom, hogy a játék korai szakaszában talán a TSM alsó ösvény egy kicsit előnyben van, viszont ha most temetetik meg Vajtörtölt, Sneaky ki fogja nőni magát azzal az S-sel, és ami mindenképpen kérdéses, az a középső ösvény, kérdés S, hogy Echo meg tudja elverni Syndra-t. Igen, és Bjergsen egyébként utána, hogy már látta, hogy érkezni fog a másik oldalra egy Echo, rögtön egy megtisztulást választott magának, míg előtte azért inkább egy kicsit mondhatjuk azt, hogy másmilyen vonalon akarta indulni, viszont mindenképp szüksége lesz rá, hiszen bőven van ott olyan lefogás, kábítás és egyéb képesség, ami elől menekülnie kell majd egy-egy megtisztulással, úgyhogy ez mindenképp jó neki, míg egyébként, hogyha marad az idézőképesség úgy, ahogy van az összes többi hősnél is, akkor az alsó ösvénynél lesz egy kifárasztás egy égetéssel szemben a támogatók kezében. Érdekes. No, azért ebben a kompozícióban már eléggé sok ráció van a Cloud9 szempontjából. Van kezdeményezés, van menekülési lehetőség, benne van a sebzés is. És ha meg tudják védeni Sneakynek az S-ét, akkor úgy gondolom, hogy jóval komolyabb helyzetbe kerülhetnek. Minden azon áll és per vagy bukik, hogy a Cloud9 nem hiszem, hogy még egy ugyanilyen rossz korai szakaszt játszana meg, mint az előbb. Egyébként ezek a képek, amiket ilyenkor látunk, szerintem nagyon zseniálisak, de tényleg nagyon zseniálisak. És itt szerintem nincs is baki, mint esetleg mondjuk az EU közben, ahol összeomlott ez a kamera alkalmazás, aminek segítségvel ezeket láthatjuk. Szerintem szépen lassan meg is érkezünk a második játékra, és maradt egyébként az égetés Biofrost kezében, míg Smoothie-nál ugye ott van az a kifárasztás. Rengel ellen? Na ne. Ki kell fárasztani, hogy ne szedje ezt a darabokra az S-edet. Vagy legalábbis védeni kell, úgyhogy Sneaky rohan az idézők szurdokába Smoothie-val az oldalán. A játékosok felálltak, most már csak mi várunk arra, hogy elinduljon. Vajtörtől pedig lebukott egy picit, hogy ő itt van. Bizony az alsó ösvényre érkezik a lövész, mi meglepő. Ó, micsoda váratlan fordulat. Egyébként ezen a mérkőzésen, hogyha hasonló játékot láthatunk, mint az előzőben, amikor lényegében... Ott van az a TSM. Szóval, hogyha hasonló lesz a... Igen, hasonló lesz a várunk, mérkőzés. Akkor ott van az a TSM. Értem. Jó. Nem akartam megszakítani. Annyira jó hallani, amikor ennyire rajonganak az emberek, hogy halljuk közben, és Hauntzer erre tökéletesen tud táncolni is. Szóval, hogyha ugyanazt látjuk, mint az előző mérkőzésen, hogy a Cloud9 lényegében a saját vérében fuldoklik, akkor megismétlődhet az, ami
hát egy videón már megtörtént, hogy lényegében egy éhezők viadal lesz ennek az esnek, hiszen még nincs ott egy vadonszava, hogy megvédje, csak a folytó tövisek, illetve a kis növények azok, amik meg tudják védeni, meg a kifárasztás. Mindenképp kíváncsi leszek egyébként, hogy milyen hamar fog elkezdeni ezek az agresszió, hiszen az előző mérkőzésen mondhatjuk azt, hogy eléggé agresszíven indítottak. Az egy másik dolog, hogy a TSM volt az, amelyik bezsebelt az első jó pár gyilkosságot, és hát majdnem a 20. percig kellett arra várnunk, hogy érkezzen a másik oldalról válasz egy gyilkosság tekintetében. Az első jó pár gyilkosság, a gyilkosság 95%-át ja, nem akart milyen csúnyán fogalmazni. Hát de ez történt, tehát most szépíthetjük, de tényleg így volt. Egyébként meg elkezdted mondani egy kicsit, hogy még fennakadtam ezen, hogy mondtad, hogy egy videóban volt, hogy kíváncsi volt, hogy milyen videó az, ahol valaki a saját vérébe fordoklik, és te miért nézel ilyeneket? Ez egy másik verzió. Erről nem akarok nyilatkozni. Jó, de nem is azért, csak elmaradt a gondolkodásomban. Nem pedig kezdődik az, amit ugye vártunk. White Turtle és Biofrost terrorizálhatja nyugodtan az alsó ösvényt, de olyan érzésem van, hogy a Cloud9 most ez egy számít kontrakt játékára. És ne felejtsük, hogy az egész kompozíció más, hiszen ahogy már megbeszéltük, Impact, Tank, nem feltétlenül csak azokkal tud játszani egyértelmű, de rá van kényszerítve mostanság a tankok játékára. Igen, és egyébként farmok tekintetében nem mondjuk ezt, hogy valaki brutálisan elhúzott volna, ha csak nem Svenskenről beszélünk, aki jelenleg ugye 10 farmmal tud vezetni, ez nyilván érthető, hiszen mégiscsak arról beszélünk, hogy ő azért már elég szép kört bejárt, és már simán haza is tudott ugye térni, és ezek után most már egyébként teljesen nyugodtan, akár a kék erősítés meglátogatása után elindult a felső ösvény felé, ahol hogyha viszonylag korán ki tud húzni egy villanást akár, akkor onnantól kezdve az ösvény, mondhatjuk azt, hogy folyamatosan meglátogatható lesz, és elég kellemetlen lenne, hogyha lett maradna Impact egy kicsit a játék korai szakaszában, míg ha hunyszerült egy kis gyilkossághoz és egy kis aranyhoz, illetve egy kis tapasztalathoz, akkor mondhatjuk azt, hogy már megérte egyébként. Amit mondasz, az teljesen igen, de szerintem nem lesz ideje Contrax-nek foglalkozni ezekkel az ösvényekkel. Legalábbis a felső ösvénye nem lesz, hiszen a középső ösvényen ott van Jensen Bjergsen ellen, és pontosan ezért lehet az, hogy egy Echo Syndra kombinációban Svenskenen ott fogja elhelyezni a hangsúlyt. Hopp, szép, a lekötözés Whitehurtről egyébként. Tehát oda fogja helyezni Svenskenen a hangsúlyt valószínűleg, hogy ne, azért ne történjen az. Mert láthattuk, hogy az Echo Syndra párbajt meg lehet nyerni Syndrával, de ahhoz nem árt a segítség a dzsungelestől. Hopp, Whitehurtről jó nagy sebzés kap, és Smoothie rajta az égetés, kell egy gyógyítani, két villanás, kell égetés, mindenki megy, Sneaky az, akinek szintén villanni kell. Na, és az alsó ösvény szabad, préda mindenkinek, csak is egy kifárasztás maradt Smoothie-nál, itt pedig Contracts elszenvedi azt a kis lopást, amit Svenskenen idejött, leütött egy gólemet, aztán elegánsan távozik. Na, tehát amit elkezdtem mondani, hogy figyelni kell a középső ösvényre, de az alsó ösvényen pedig elég nagy bajban lehet a Cloud9, hogyha a TSM jól játssza meg az alsó ösvényt, hiszen a korai szakaszban erősebbek lehetnek. Igen, hiszen mindkét csapat alsó ösvény, mondjuk azt, hogy összeszokott páros, ennek ellenére azért TSM oldalán az előző mérkőzés is láthattuk, hogy milyen az, amikor belehúznak, és Svenskenen az, aki egy kicsit bajban lehet. Na, a sebzés elég lehet, a villanás még van, bokor is van, vissza lehet ugrani egyébként a pengecsőre, sebezni is lehet Contracts, jön a teleport, Svenskennek villanik, de hova villansz, babám, ott a teleport, oda jött Jensen, ajj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 aj
Igen, körülbelül egyébként erre lehetett számítani. Svensson ugye meglátogatta a felső és még voltak, akkor még egy kicsit pimasz lesz. És itt van az a pillanat, amikor pimaszkodott, látta, hogy érkezik kontrakt, de nem akarta valahogy elhinni, hogy ebből, hát hogy is mondjam, csúnya véget tud érni az ő kis története, viszont a telepont a háttérben igazából valószínűleg le volt jelezve, ugye, hogy ott van, érkezik a teleport, ennek ellenére átvillant, és el tudta vinni Jensen, úgyhogy az ő kezébe vándorolt egy gyilkosság, illetve az az erősítés, amivel rendelkezett Svenskeren. Hát igen. Nem túl szerencsés egyébként ez eddig. És nem. Még jelzőket is szerzett ugye a kis pecsi gyűrűjére. Én nem élnék rossz ómenekkel, de az előző mérkőzésen körülbelül ugyanekkor szereztem meg a gyilkosságot Whitehurst-től a másik oldalon, és aztán láttuk, mi történt, persze ez egy teljesen másik kompozíció, viszont Svenskerennek szólni kéne, hogy az előző mérkőzés véget ért, és most már nem rohangálhat, tehát ennyire vadon, szava nélkül, tehát csak vadon átrohangálni az ellenfél dzsungelébe és ellopni ott erősítéseket és pengecsőröket, mert ez fog történni, ugyanis most, gyengék szétszórása jó, és nem talál az időbandita, végül nem üti le a harmadik jelzőt Bjergsenről, ami azért egy elég komoly sebzés kapott volna most, viszont benn van az időtörés, innentől kezdve Bjergsennek figyelni kell, hogy mikor akarja elhasználni az abból átlan erőt Jensen megölésére. Hopp, jön Impact, nem jön Impact, csak kihelyez a győrszemet. Igen, és egyébként Jensennek nem elég, hogy ugye gyilkossággal gazdagodott, nem elég, hogy szerzett magának egy erősítést,
De tapasztalati pontoknak köszönhetően, mondhatjuk azt, hogy most már tapasztalati pont előnyel is rendelkezik, hiszen bőven előbb lépte meg a 6-os szintet, mint Bjergsen. Úgyhogy ezért is tudott egyébként olyan vakmerően cserélni, hiszen csak a csere után érte el Bjergsen a 6-os szintet. Igen. Ettől függetlenül farm terén ugye egy-egy, mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy haladnak szépen lassan tovább a végtelenbe, viszont ez a gyilkosság éppen like volt. A végtelenbe is tovább. Pont érkezett egyébként Contrez, milyen jó lett volna, hogyha pont akkor ugrik át a falon, de sajnos nem. Végül nem érkezik az alsó ösvényre, hiszen torony alá érkezni jelenleg, hát bátor. Uh-huh. És talán őrültség is. Jensen pedig élvezi a farmolás, adta lehetőségeket. Nagyon nézd meg a pingelést, állandóan kommunikálják egymást, hogy ki hol van, természetesen ez itt egyébként nagyon elvárható. De már azóta követik Svenskeren mozgását, hogy Sneaky lebuktatta a drónnal. Na, elsőre visszafelé a lopás. Itt nagy buli lehet, itt van Smuti, de jön a középső ösvényről már Jensen is. A vadászat izgalma. Hú, Sneaky bajban van, Whitehurtot nevetessük Whitehurtot, mert a megetetett bajba leszel, egyetlen egy alaptámadás kellene. De megjön Contrez, és ő meg tudja védeni társát épp időben. Azt hiszem, hogy Sneaky felvette a futócipőjét, olyan sebességgel sprintelt el onnan. És egyébként pontosan ez történt, hogy neki volt cipője, míg Whitehurtnek nem. Igen, viszont egyiküknek sem volt 6-os szintje, mert ha meg lehet volna a Whitehurtnek, akkor valószínűleg ez a gyilkosság. De akkor Sneakynek is van. Hát jó, ettől független egyébként a csúszás még ott van, amivel akár odébb is tudott volna menni. Mindegy, ne beszéljünk olyan dologról, ami nem történt, meg beszéljünk olyan dologról, ami megtörténik, ugyanis Svenskeren az, aki megint elkezdik kicsit piszkálgatni a Cloud9 oldalát, viszont már ott van. Szép a robbanék, hogy oldal a kicsi arakás, még szebb impact, nem eszik meg több tanulni sebzés, de nem is biztos, hogy kell. Jaj, de szépen robbantotta fel Hauncer. Wow, Hauncer nem tudom mit evett ma, de brutális, amit leművel ezekkel a felsősvényes karakterekkel. Lehet, hogy zabolátlan erő Contrezre jön, Svenskeren és szét is tépheti Contrezet, megint a TSM-nél a labda. Igen, hihetetlen egyébként, hogy most legalább úgy tudod kitáncolni egyébként Svenskeren abból a kis akcióban, amiben belelendült, hogy ő és csapattal szerzett gyilkosságot, mindenképp jó fordítás volt. És érdekes volt, amint benn volt a bokor, rögtön vettődött. Az elég lehet ez a sebzés. Jajj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 
etetni Jens Bjergsent, és nézd Jensen Arsztát a kis... Ez a... Ciki. Ciki. Ez körülbelül olyan, mint amikor valakinek van zonyája, de nem használja, csak most végső képessége volt, amivel könnyedén megmenekültett volna. Nagyon-nagyon hajszolta ezt a gyilkosságot, és ez. Ezzel vetett véget saját életének. Egy-egy gyilkosság vándorolt ellenfele kezébe, és 8-3-mal vezet ugye jelenleg. Érdekes. Érdekes volt egyébként mind a felső, és mind pedig ez a kis küzdelem, hiszen nagyon jó volt az, hogy a robbanékony hordó nagyon jól tudott találni. Szóval itt van az, amikor Jensen ugye megindul, mondja azt, hogy ez az Bjergsen, biztos, hogy meg fogom ölni, de tényleg a villanások cseréje után minimális életelővel érte túl Bjergsen, és a toronylövés pont elég volt. Igen, az úristen, még volt végső képességem, és meghaltam. Arc. Nem, igen. Tökéletes megfogalmazás, ezt majd valahogy rövidíthetünk kéne, mert akkor mémet is lenne csinálni belőle. Vájtoltuk pedig, Snakinek villani kell, hogy Smoothie-nak sincs életereje, ajjajjajjajjajj. Az alsó ösvényen, de acára annak, hogy nagyon büntet. Ó, de szép a robbanékony hordó, Hauncert, Jézus úristen, mit művelsz itt? Itt van Svenskeren is, Impact túlélheti, mert elég is nagy sok pajzs van, de nem fogja. De nem fogja, Hauncert kapta a lövést toronyból, de ez már nem jelent, hogy semmit. Impact is veszít Hauncerre szemben, hogy ezt Ray is megtette, és villanvájtott, hogy meg is teheti, hiszen Lucianről beszélgetünk, ott is egy kettős gyilkosság, mit csinál a TSM megint? Ugyanaz, mint az előbb. 2-0 a felsősvény, 2-0 Vajtörtől, egy gyilkosság Björksennél. Ouch! Most kontraktot kettővé jegyezni fog, és jön Jensen mögötte, úgy mondjuk lehetséges, hogy működni fog. Nincsen végső képesség egyiküknek sem, de kontrakt akkora sebzés kap. Most jön Jensen teleportal, itt van Impact, így már értem a taktikát. Hauncernek vissza kell lépnie, jön a mélységi roham, de toronyat fogja érni, és toronyat nő a pálma. Szép a kábítás. Hauncer nem él, dehogy nem éli túl, villanás lesz Svenskeren, és túlélheti. Impact nagyon a kicsi a rakeste, Jézusom, és meg fog halni Impact! Úristen, mit nem ül itt Hauncer és Svenskeren, még kontraktot eltüntette Bjergsen is. Mi? Ez a döntő! Srácok, ez nem fér bele! A TSM aláz! Megint! Hát teljesen kiégek azzal, amit Hauncer itt most csinál! Egymaga veri az egész Cloud9-t!
Úristen! Mondhatjuk azt, hogy a Cloud9 nem igazán szereti a tornyokat ezek után, hogy, hogy mindig pont még egy kicsikén, hogy elvigyék a TSM skalbját, de nem azért se sikerül, és első toronyon vándorolt a TSM oldaláról. 8-1 a gyilkosságok aránya, 4,500 aranyjal tudnak jelenleg vezetni, és minden olyan ember kezében van gyilkosság, akinek erre szüksége van. Ugye érkezett kontrakt, érkezett a háttérben már a felmentő sereg, a végső képessége pont mellé talált, viszont Jensen már ott volt egyébként, ment tovább, üldözi Hauncert, érkezett a mélységi feldobás, hogy feldobja a Hauncert, elkapták még a szigonyjal, és villannia kellett, és Svensgren is egy hasonló, viszont... Ez bum! Mi volt? Már lendült a vasmacska! Igen, ez a... És most... Isten megvan, de nincs, és utána sikerült oda szögelni. Hát látszik a... Látszott egyébként Nautilus arcán, és úristen, mi történt itt? Nautilus arcán? Nautilusnak saját arc kifejezései vannak erre ilyen szituációra. Hát megfogták a kis fejét, és látszott, hogy hát ezt ő se így képzelt ám. Hát ezt senki nem így képzelt. Valószínűleg Impact sem. De alapból a Cloud9 gondolkodásmódjában hiba volt. Tehát miért Hauncerre mentek? Svenskeren sokkal hátrébb volt, hogy könnyebb lett volna megölni, kevésbé tankos célpont. Közben megy a buli, a kis tejvesző egyenesen Vitertől mellett halad el. Biofrostot viszont be lehet fejezni, a fadát, a végső képessége még túléli, de csak időt húz. Vitertől viszont befejezte közben ellenfelé, Jensen megint meg fog halni. Azaz Echo nem akar beválni Jensen, pedig láttuk már, hogy mit tudsz vele csinálni, de most nem megy. Megint volt időtörése, nézd meg, Zimi. Megint ott volt az időtörés, és nem nyomta el. Nem igazán szereti ezt a végső képességet ezen a mérkőzésen Jensen. Folyamatosan... Most már a második halála úgy történik egyébként, hogy talán még megúszhatta volna, hiszen ha visszaugrik, és még egy kicsit odébb lendülve továbbugrik, akkor szerintem talán még megmenekülhetett volna. Ettől függetlenül újabb torony tudott vándorolni a TSM oldalára. Két torony, 10 gyilkosság, az, ami a TSM oldalán van, míg vele szemben a Cloud9-nak van két... Hogy hova mész az Isten szerelmére? Nem hiszem el! Hát szólni kéne a Cloud9-nak, hogy ők a Cloud9. Hát ez mit művelnek? Annyi hiba van ezen a mérkőzésen, hogy teljesen kiégek, úristen! Jó, Sneaky, kicsit tartsd a lényt, elmegyek lejje ezek elmegyek, adok egy kill Bensonnek, nyugi! Nem, elmegyek lejje ezek őrszemeket. Mindegy, erre majd visszatérünk. Szóval hát TSM-nél, ugye Vitertől nagyon jól tudott átcsúszni a falon, nem talált a kristálynyi veszt, és kontrakt volt az, aki Vitertől a kettesben maradt, és a letaszított király kardjának aktiválása után a sorozatlövés kivégezte, miközben egy Bryofrostot veszített a TSM, és gond nélkül ki tudott egyébként lépni a lövész. Szóval, Sneaky, tartsd egy kicsit az ösvényt, elmegyek őrszemeket lejelzni, addig nem halok meg. Hopp, mégis, ja, meghaltam. Nem halok, mindegy, hát ez úgy volt. Mit akartam mondani, semmi, nem érdekes. De amúgy... Az, jó, Zimi, azért figyelj, ne írjuk le a Cloud9 semmiképpen. Én nem írom le, biztos lépjünk vissza a hype-ból. A helyzet az, hogy a Cloud9 kétszer olyan jó teljesítmény mutat, mint az előző mérkőzése, hiszen két gyilkosságuk is van már. Badumcs. És még nincs vége a mérkőzésnek, érkezik. Hauncer is meg lehet, hárman már talán megölik Hauncert, nem, de hogy ölik, úristen, már megint! Hát a robbalékony hordóval kontrakciót robbant, jó, kész, Hauncert, kész, MVP, ez zseniális, amit leművel. Amit Camille-lel csinált, amit most Gragas-szal csinál. Úristen. És ezt most nem mondhatjuk azt, hogy a Cloud9 lépte el, mert erre aztán most tényleg nem számíthatok, hogy nem tudják hárman befejezni Hauncernek a Gragas-át, és az egyedül kontrakt úgy dobja el a robbanékony hordót, hogy két embert hátrahajít, kontraktet pedig a halálába. De igen, ezen a mérkőzésen ezek a robbanékony hordók mindig olyan jól tudnak találni, vagy visszadobja esetleg Impactet torony alá, vagy visszataszigálja, betaszigálja őket, ahova szükséges, és nagyon-nagyon-nagyon szép egyébként. Ez a valóság. Bielszenen találtuk is tenyét vesző, a gyengék szétszórása, de most nem volt időtörés, most elhasznált a Jensen, de nem volt elég sem. Befejezték Jensent könnyűszerrel. Sneakyt fejezték be. Legalább láttuk, hogy Jensennek nincs baj az R billentyűjével. Ja, csak hogyha Sneakyt ölik meg, akkor minden. De legalább ezt láthattuk, hogy Jensen képes visszaugrani, ha szükség van rá. Nem jókor, de meg tudja tenni. És a TSM egy újabb toronyra fog tudni kilépni, amivel nem hiszem, nagyon nagy beleszólása lehet a Cloud9-nak. Annyi, hogy végignézik távolról, és innentől akár egy sárkányra is ki tudnak mozdulni. Srácok, nem áll. Vagy akár, ha úgy van, egy hírnököt is el tudnak majd hozni. Bár egyébként kicsit bele kell húzniuk hozzá, viszont megvan hozzá minden. De tudod, hogy most miért nem hoz baronnasat a TSM, mert nincs? Hát igen. Ezért mondom, hogy talál hírnököt. Ha gondolják, el tudják hozni. Nyugodtan elhozhatják, de inkább a sárkányt igen. De ezt már is kezdtem. Nem, nem támaszolok. Nem.
Ha valaki nekem az első Cloud9 TSM meccsen megmutatja ezt a két mérkőzést, én szerintem hülyének nézem, konkrétan. Igen, miközben... Nézd meg Jensen mit kap Hauntzertől, pedig Hauntzert tank, könyörgöm, és ott van Svenskere, hát hol a stratégia, srácok? Hát megint Jensen menekül, mindent megtesz, amit tud, nincsen jó villanással, amit túlélheti, de Svenskere akarva villan és befejezi az életét, Jézusom! Ez nagyon szép, ez nagyon volna. Szép volt. Igen. Hát... Ez a mérkőzés, ez lényegében az első. De újra, nem tudok gyengét mondani a TSM-ből. Hauntzer zseniális, Svenskeren zseniális. Csapda lesz, figyelj. Igen. Becsapdázza magát megint a Cloud9. Triple Kill Whiter-től. Szép a húzás, jó a végső képesség. Na most meg lehet ölni Whiter-től. Mindent elnyomnak rá, és nem tudják befejezni. Te Jézusom, és hogy csak most jön a pofonnak a másik oldala, érkezik teleport. Nem, a Kristály élvezte, tökéletesen talál végre valami, de azért Sneaky is belehal, és Jensen is halott már ugye még az előbb. Itt pedig megy a buli tovább, Biofrostnak is meg kell halnia. Még azért befejezték hátul. Kontrakcet is most jön Jensen, Hauntzer most lehet, hogy bajba kerül, de most jött még csak meg Svenskeren és Bjergsen. Fordulhat a játék, gyönyörű szép a gyengék szétszórás, és Svenskeren mehet, ölhet akit akar, az első Jensen lesz, nem, az időtörés még működik. Szép az ugrás, Bjergsennek lehet még lehetősége befejezni valamelyik játékost. De már nem, na, villanás, szép a sebzés, elég is arra, hogy befejez Jensent. Jézusom, hogy szedi szét egymást ez a két gárda. De most már legalább volt valami potenciál a Cloud9-ban, amire azt mondtuk, hogy oké, ez most nem volt rossz, és ez egy dolog, Sneakynek a kristálynyilvesszője, mert az gyönyörű volt. Nem kicsit, ahogy visszajátszásban is láthatjuk a Cloud9, elindította a kis csapdát, a Whiter-től volt fókuszban, mindent kinyomtak rá, amit csak lehetséges volt. Érkezett a vadon szava, hogy megmentse őt, és ez sikerült is, és utána a torony mögött próbált valamennyire hazatérni, kristálynyilvessző pedig gyönyörűen talált. Egyébként pedig látszott, hogy ki is akar mozdulni, de nem sikerült, miközben a felső és milyen lényegében Biofrost volt az, akit ugye még Impact el tudott hozni, és innen kezdve úgy volt a felállás, hogy Hauntzer megölte Kontraktet, de Jensen is itt volt a buliban, és ketten akarták volna egyébként befejezni Hauntzert, ami nem sikerült, viszont Impact, a vadászat. És jön a vadászat izgalmával Svenskeren is, hát igen. Pa-pam. Hát igen. Hello. A Cloud9 megint nincs partiban. 3-0-es Hauntzer, 6-1-es Svenskeren, 6-0-es Bjergsen, 3-1-es Whiter-től. Igazából nincs olyan, akit ne sikerült volna kellőképpen megetetni, és nézd meg, 6-0 a tornyok állása. Épp a kristálynyilvessző kontextbe tudja fejezni Svenskeren, dehogy tudja. Bjergsen fejezi be Sneakyt, és Impact sem él még, ugye? De mehetnek az inhibitort védő toronyra egész nyugodtan, legalább ki tudták szedni a vadon szavát belőlük, de ennyi volt nagyjából az eredménye a Cloud9-nak, buktak egy inhibitort védő tornyot, és a 20. perc előtt még egy inhibitor is ledől azért. Hát ez gyors, megint gyors. Hát eléggé gyors, mondhatjuk azt, hogy olyan, mint mondjuk egy Railjet, ami egy külföldi országban tart Magyarországról. Nem tudom, hogy most igazából erről a mérkőzésről mit lehetne azon kívül mondani, hogy a Cloud9 próbálkozik. 4 okosságra egyébként már szert tett, ami 4-szer több, mint az előző mérkőzésem. Valószínűleg még most sikerülni fog, hogy többet is elvigyenek. Viszont eddig, amit DSM nekünk ezen a mérkőzésen mutatott, az a teljes dominancia. De mindenhol egyébként. Nem mondjuk azt, hogy mondjuk megszaladt a felsőség, megszaladt az alsőség. Nem, itt mindenki megszaladt, és mindenki... annyi gyilkosság van, amennyire szüksége van ahhoz, hogy vagy tankos legyen, vagy brutális sebzése legyen, vagy elég mobilitása legyen, és annak ellenére, mondjuk ő egy lövész, jól tudja menekülni, ott van egy letaszított királykardja, ott van egy fekete hasítóbárd, ott van a dühöngők csizmája nála, és ez neki bőven elég ahhoz, hogy igazából elpusztítson bárkit, akit meg szeretne, hát kóstolni mondjuk a kis sebzésével. Ott van Bjergsen, akinek igazából építhetsz ellenem varázs ellenállás, de láthatjuk, hogy ott van. Ott van az állarcnál, és ezek után már kicsit nehezebb, és így éget a saját életerőt alapján. Biofrost nyilván nem fogja megölni Impactet, ő csak lassítani szeretné, hogy az összes többiek ide érkezzenek. A Cloud9 szinte kimozdulni sem mer egyébként az ő oldaláról, ami teljesen érthető, hiszen ezek a hátrányok, amikkel rendelkeznek. Hát igen, az őt... Cloud9 nehezen nyeri meg, de a TSM meg elveszheti. Hogy? Ha kilépnek? Hát, hogyha kb. 4-szer megvan. Föradják? 4 állsz a Cloud9-nak, az még úgy belég lesz. Nézd meg, Whiter-től Jens, mikor látszik, hogy rácsúszik egy Lucian, egy Echo-ra, egy 1v1-es szituációban?
valószínűleg látta, hogy Jensen ezen a mérkőzésen nem igazán használja a végső képességét, így ja, igazából egyébként talán még el is vihette volna, miközben a középsős és toronyok könnyedén ki tud mozdulni a tigeszem. De van ez, hogy izgalmával felülről Svenskeren. Ki kell szólítani a Cloud9-t, hogy ne tudjanak torony alatt bármi értelmeset csinálni. Így egyenesen vissza vannak szorítva a saját bázisukra. 22. percben 2-0 az inhibitor állása a TSM-nek. Jön egy pokoli sárkány, fenn van a Baronna sor, Whitehurst-nek csak ki kell csúsznia onnan. Ajjajjajjaj, Cloud9. Gyanúsan 2-0 szaga van a dolognak, és onnan már tényleg nehéz visszajönni, főleg egy TSM ellen. Ó, de szép a gyengék szétszórása, és egyszerűen szétrobbantják az ellenfeleiket. Nem, egyszerűen nem tudok mit mondani, a TSM darabolja a Cloud9, nézd meg, Impact is beragad, ott van rajta a Hauntzer, aki be is fejezi, és Hauntzer mehet tovább egész nyugodtan, hiszen nincs, egyszer nincs sebzés. Hauntzernek a fél életre vette le 2 darab Nexus védő torony, és a teljes Cloud9 brigádja, majdnem kristálytiszta ász, Jensen szerencsére most el tudta nyomni a végső képességét, így még nincs meg kristálytiszta ász, nem talál rajta a gyengék szétszórása, így még szintén nem tudják leászolni őket, de teljesen mindegy. A TSM nem az, hogy megveri a Cloud9-ot, nem arról van szó, hogy nézd, villanás kombináció, szórakozik, örömjáték, amit a TSM csinál, nem is veszik ezt már, ezt minek vegyék komolyan, kristálynyi vesző Bjergszerre, Bjergszer megtisztulás, aztán be tudják fejezni, így a tökéletes KDA-ja elbukik, de ennyi. A TSM 2-0-val megrektelte a Cloud9-t, és nem az, hogy egyszer, hanem hogy kétszer, és nagyon durván. Túl vagyunk a második mérkőzésen. Valaki látta a mai EU meccseket, akkor láthattuk azt, hogy a G2 elverte ugye a Unicorns of Labot. Hát ez nem így. Jó, mondjuk, de nem az, hallgass végig és elmondom ja, a lényeget. Szóval, hogy láthattuk, hogy a G2 elverte a Unicorns of Labot, akik elhúztak egy meccset, és a maradék 3 mérkőzés, és mondhatjuk azt, hogy azért volt bennük tartás, aha, hiszen nem az volt, hogy még itt végre szereztek gyilkosságokat, mondjuk a Cloud9, végre szerezett 5-6-ot. Szóval aha, nem az volt, hogy így jött a G2, és akkor így szétverte a Unicorns of Labot, hanem hogy elverte őket, de ettől függetlenül azért oda kellett figyelni, hiszen a Unicorns of Labot, amikor hibát védett a G2, akkor mondhatjuk azt, hogy ha nem is teljesen büntette meg őket, érted, de hogy azért látszott, hogy oda vágtak. Míg itt mondjuk, hogyha egy kicsi hibát elkövetett volna a TSM, nem történt volna semmi, ugyanúgy ment volna tovább a Dozer, szóval ez a két mérkőzés, amit eddig láthattunk, nem mondaná, ha nem tudnám, hogy ez egy döntő, én azt mondanám, hogy egy ilyen barátságos mérkőzés, egy, mit tudom én, egy vidéki olyan falu, amiről soha senki nem, ott is 10 laknak benne mondjuk, meg mondjuk egy Real Madrid. És így a két viszonylat, hogy ez nem egy, nem érzem úgy, hogy ez egy döntő, pedig ez egy döntő. Az egy vidéki faluban milyen jó lett, ahol 10 laknak, és akkor 5-5 LOL meccs. Képzeld el, hogy most a Sanyival leszek, te meg a Józsában, a Józsi az azért platos, úgyhogy akkor nem. Szóval nem... Valahogy, mint hogyha a Cloud9 nem érezné át, vagy nem... Hát én nem... Nem tudom, lehet átérzik a súlyát, és lehet, hogy izgulnak. De nem hiszem, hogy izgulnak, hiszen mégiscsak profikról van szó, értitek? Szóval, hogy... Igazából a Cloud9... Nagyon csalódtam. Egy dolgot érez most, Zimi, fájdalmat. Én is, hogy... De ez most, tehát tényleg... Esküszöm, mondanék pozitívot a Cloud9-ról, hogy oké, több gyilkosság, meg meccsbe voltak, meg jobb volt, de nem tudok. Tehát... Kicsit volt kevésbé alázós ez a meccs, mint az előző, viszont ez gyorsabb volt. Nem kicsit egyébként. Tehát... Mindegy, a Cloud9 még nem vesztette el a döntőt, tehát a harmadik meccs is van. Láthattuk már, hogy valaki visszajön egy B5-ös szériában. De nézd meg, ez a Hauntzernek ez a játék, ez valami zseniális. Hát igen. Tehát... Bum! És ezt nem csak egyszer csináltam meg, hanem többször is el tudta játszani, hogy ilyen szépen. Játszottak ki a robbanékony hordóját, és nem csak szóló gyilkosságokat tudott elérni vele, hanem akár fordítani is tudott egy-egy rajtaütést. Itt is ugye Jensen van az, aki megindul és brutálisan, most meg fogom ölni Bjergsent, megölöm, mondjuk azt, hogy 5-10 életörővel túlélte, míg őt befejezte a torony úgy, hogy volt végső képessége, és nézzük meg egyébként a sebzések arányát, hogy volt ott sebzés egyébként, volt, próbálkoztak, hogy azért nyilván nem egy olyan brutális sebzés, mint mondjuk Bjergsennél ez a majdnem 18 000-es, hiszen a másikon ezekben csak 10 000-es van, de hogy voltak ott sebzések, de egy csomószor láthattuk, hogy pont nem volt elég, jó, megint pont nem volt elég, pont nem volt elég. Jó, egyszer a kristálynyi vesző elég volt. Hát az jó. Az mondjuk jó volt. Ha az se ölött meg ott Whitehurst-ot, az már tényleg állna ki. Láthattuk egy pillanatra, legalábbis mi a Cloud9-nak az arcát. Nagy a csönd és nagy a letargia, pedig most kéne valamit összerántani, valamit bizonyítani, valamit hozzátenni, hogy
hogy hogyan lehetne ezt a TSM-et most megfogni, mert lehet, hogy a Cloud9 ezt már nem hozza el. Tehát, hogy nem nyerik meg. De azért 3-0-val, és ha még egy ilyen meccs lesz, akkor egy ilyen 3-0-val kikapni. Meg nézd meg, hogy kiemeltük a mérkőzés elején, még a hősválasztás előtt, hogy mondjuk egy Kamil tiltás, az tök jó lenne, hiszen akkor legalább nincs Kamil. Jó, nem jöttek meg, akkor nincs az. Jó, akkor van egy ragaszt felsősvény, aki legalább annyira működik, sőt, néha akár jobban is a robbanékony hordó miatt, mint az, akkor ő megy végig rajtatok. Jó, akkor most nincsen Tália, most van egy Szindránk, aki szintén rom már vertikeket. Szóval nem tudunk olyat mondani, hogy kit kell kitiltani, kit kéne elválasztani, mert nem. Eddig azt láttuk, hogy bárkit hozott el a TSM, ez működött. Nem csak mondjuk a felső ösvény, nem csak a jungle, nem csak a középső, nem csak az alsó ösvény, az egész úgy kompletten egy nagy csapatként működött, egy olyan gépezetként, amit tökéletesen tud működni hiba nélkül. Volt elszámolás a TSM oldaláról, ennek köszönhetően az, hogy a Cloud9-nál volt gyilkosság, viszont mondhatjuk azt, hogy egy csapatként játszottak, egy magabiztos csapatként játszottak, aki megmutatta, hogy ők itt vannak, a másik mérkőzésen itt voltak, még mondjuk a Cloud9 itt volt az elsőn, és a másodiknek ide lépett fel, amiatt mert több gyilkosságot szerzett. Nem tudom, itt nagyon át kell gondolni valamit a Cloud9-nek ebben a szünetben. Több banánt kell enni, vagy nem tudom, mit lehetne esetleg még mondani. Hát én szomorú vagyok nagyon egyébként. Én is egyébként nagyon, tehát ez most tényleg, ez most egy nagyon durva alázás volt. Mind a két mérkőzés, és a Cloud9 itt most már egyébként mutatkoztak az izgulás jelei, tehát ezeken az elszámolásokon, ezeken az el nem használt végső képességeken, azon, hogy ez most pont nem odaérkezik, mert stratégiailag nem voltak annyira lemaradva. Jó, persze, Svenskeren gyakorta a hátába érkezett a Cloud9-os ösvénytoló ellenfelének, de az őrszem játékban mondjuk, hogy tartották úgy, ahogy magukat. Tehát volt a Cloud9 részéről válasz, de egyszerűen arra, amit például a Hanser művel a felső ösvényen, arra sem Impact semre nem tudott kitalálni eddig semmit, mert az... Tehát nem csak az, hogy csapatként volt jobb a TSM, szerintem inkább most egyénenként volt jobb a TSM, és több szempontból is. Mert Hanser is elverte az ösvény az ellenfelé, jó, Jensen azt elrontotta, ez most Jensen erre nem lesz büszke a mérkőzésre, lássuk be, mert ott másképp is alakult van ez a középső ösvény. Mindegy, Fortuna, vagy Miss Fortune nem volt a pályán, de Fortuna igen, most ez Bjergsennek volt egy calculated gyilkossága, mondjuk így, és az alsó ösvényen pedig egyszerűen a rajtaütés döntött el Whitehurtelék oldalára a mérkőzés, mert adtak gyilkosságot a Luciannek, onnantól kezdve nem volt esélye az alsó ösvény párosnak, meg volt az, amikor villant előre Whitehurtel két kevés életerős ellenféllel szemben, mindegy, engedjük el ezt a meccset, és reméljük, hogy a Cloud9 a harmadikra tényleg összeszedi magát, addig pedig szünetelünk egyet.